rendőrség minden reggel biztosítja azokat a nagy forgalmú közlekedési csomópontokat Törökszent Miklóson, ahol a gyermekek közlekednek az iskolába járás során. A baleset megelőzési programban a polgárőrség is részt vesz. A Törökszent Miklósi Rendőrkapitányság és a Városi Baleset Megelőzési Bizottságnak kiemelt feladata a gyermekek védelme és a közlekedésre való nevelésben való aktív részvétel, mivel tekintettel arra, hogy a gyerekek a legsérülékenyebbek, legyen szó a közlekedési balesetek, vagy a vagyon és élet elleni bűncselekmények esetén. Az iskolarendőr program 2008. szeptember 1-én került meghirdetése, mely nagy mértékben segítette a rendőrség által a gyermekek védelmére irányuló bűn és baleset megelőzés tevékenységet. A Törökszent Miklós rendőrkapitányság illetékességi területén 12 oktatási intézményben 9 iskolarendőr lát el megelőzési feladatokat. A program keretein belül reggeli órákban rendőr és polgárőr segíti az iskolák környékén található veszélyes gyalogátkelők helyeken az átkelést. Részt vesznek az iskolai rendezvényeken, felkérés esetén megelőzési előadást tartanak. Azt tapasztaljuk, hogy a napi iskola kezdés és iskola befejezés időszakában megnő a forgalom az iskolák környékén, ezért szeretném felhívni a szülők figyelmét a közlekedési szabályok maradéktalan betartására, a passzív biztonsági eszközök, biztonsági gyerekülés, bukósisak használatára. Az iskolarendőr feladatokat a helyi körzeti megbízottak látják el, valamint ugye Törökszent Miklóson a Hunyadi út és az Almási Kossuth kereszteződésében rendőr irányítja reggelente a forgalmat, és polgárőr pedig a Betlen út Kossuth út kereszteződésénél. Harmadszor került megrendezésre 2017. szeptember 16-án Törökszent Miklóson, a Galambos Parkban a Városi Autómentes Nap és a Tour de Törökszent Miklós kerékpáros verseny. Családi programok színesítették a környék legjelentősebb kerékpáros versenyét, melyen az egészen apró gyermekekre is gondoltak a szervezők, lábbal hajtós kerékpárfutam keretében, de természetesen a felnőtt profi kategóriáig minden korosztály kipróbálhatta és megmérettethette magát. Még olasz és román profi versenyzők is részt vettek a felnőtt korosztályban. Egy boldog kisújszállási résztvevő nyerte meg sorsolás útján, és vihette haza az önkormányzat által felajánlott kerékpárt. A versenyen a következő eredmények születtek. Nagyon sok szeretettel köszöntök így mindenkit a végén, és köszönjük szépen, hogy részt vettek velünk. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan a harmadik Tour de Törökszent Miklós kerékpáros versenyen nagyon sokan egész nap itt voltak. Mondjuk a gyerekeknek is volt mit csinálni. Az airbag, hát még egy pár percig működik, utána már most ők is le fogják engedni. Hatalmas sikert aratott. Ezen kívül a Törökszent Miklósi rendőrkapitányságnál is lehetett kresztotót kitölteni és kerékpáros ügyességi versenyen részt venni. Addig, amíg beszélek, és ugye megérkeznek a kerékpárosok is, akik versenyeztek, addig szeretnénk kiosztani azokat az okleveleket, amelyek a rendőrkapitányság játékához kötődtek. A lányoknál is és a fiúknál is van első, második és harmadik helyezett. Bízunk benne, hogy a gyerekek itt is vannak, hiszen a kerékpáros ügyességi versenyen és kresztotón elért eredményeikért kapják az oklevelet, melyet Révi Attila alpolgármester fog átadni a gyerekeknek, és a díjakat is természetesen ő adja át, hiszen Törökszent Miklós város önkormányzata jóvoltából valósult meg a mai nap itt a Galambos Parkban. Na és akkor kezdjünk hozzá. Harmadik helyezett lett a lányoknál Kicsi Eszter Katinka. Ha itt van Kicsi Eszter, akkor ő jöjjön ide hozzánk. És érkezik Kicsi Eszter, gyönyörű neved van, gratulálunk. Szintén harmadik helyezett lett a fiúknál Sőregi István. Sőregi Istvánt is szeretnénk ide kérni. Stílusosan gratulálunk. Második helyezett lett a lányoknál Turcsányi Dorina. Gratulálunk Dorinának. Téged is megkérünk, hogy egy picit álljál oda félre, jó? A fiúknál második helyezést ért el Mészáros Zéti. Mészáros Zétényt keressük. Ha ő most nincs itt, el fogjuk juttatni hozzá. Remélhetőleg iskolán keresztül meg tudjuk oldani, de gratulálunk Zéténynek is.
első helyezést ért el a kerékpáros ügyességi versenyen, és a Crest Tutón Szilágyi Dorina. Dorina sincs, ő is meg fogja kapni. És a fiúknál első helyezett lett Balázs Vince. Balázs Vincét sem találjuk ezek szerint, de gratulálunk mindenkinek, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A gyerekekkel kezdjük, a 6 és 10 év közötti fiúkkal szeretnénk. Nekik fogjuk átadni a díjakat, és köszönjük szépen Csilláiknak és Rolandéknak, hogy ilyen gyönyörű emléket tudunk nekik odaadni a mai napon is. A harmadik helyezett lett az egykörös gyerekek fiúknál Viland Roland. 13 perc, 25 másodperccel. Gratulálunk neked, Roland! Második lett, ugye fiúknál, kicsiknél, Ratka és Szilárd. 13 perc, 6 másodperccel. Dobogó, jut eszembe, nem nekem van kirakva. És akkor legközelebb úgy csináljuk, hogy majd felálltok a dobogóra, és ott fogjuk majd átadni. És akkor az első helyezettet is kérjük. Illés Péter András személyében gratulálunk. Ide pattanj fel a dobogóra. Ott van, fordulsz, majd kijebb jövök én is. Gratulálunk nektek, fiúk, nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Következnek a lányok ugyanebben a korosztályban, tehát az egykörös versenyzők figyeljenek. Harmadik helyezett, Kicsi Iris Bianca. Érkezik is Iris. Gratulálunk, a dobogó harmadik fokára legyél szíves felelni. Három másodperc volt az ideje Biancának, Irisnek. A második helyezett a lányoknál Polgár Kira. 15 perc, 13 másodperccel. Az első helyezett lány 15 perc, 3 másodperccel, úgyhogy ott nagy volt a verseny. Békési Kitti! Gratulálunk, Kitti! Köszönjük szépen! Fényképek megszülettek, addig várunk, addig sehova nem megyünk. Gratulálunk nektek! Következnek a két körös gyerekek, azaz a 11 és 14 év közöttiek. Elsőként, hát a fiúkat nézzük. Harmadik helyezett lett, 19 perc, 53 másodperccel, Hajnal Bence! Első három helyezetnél másodpercek döntöttek, konkrétan egy-egy másodperc, ugyanis 19 perc 52 másodperccel második lett Pocai Ronald. Gratulálunk a Ronaldnak is! Másodperccel sikerült a két kört megtennie Gáspár Barnabásnak. Ő egyébként Hartfűről érkezett hozzánk, reméljük, hogy most ugrott, ráadásul akkor gyorsan kaptani ide. Futás! Gratulálunk, Barnabás!
Ti is maradjatok még itt a közös fénykép erejéig. Köszönjük szépen, gratulálunk nektek még egyszer. Következnek ugyanebben a kategóriában, tehát a 11-14 közötti kategóriában a lányok. Harmadik helyezett lett 24 perc 47 másodperccel Horváth Eszter. Gratulálunk, Eszter! Az első és a második és a harmadik helyezett között itt sem volt olyan nagy különbség, hiszen 24 perc 28 másodperc alatt tette meg a két kört Turcsányi Dorina. Gratulálunk, Dorina, igen, aktív napod volt. Az első helyezett lányoknál ebben a kategóriában 21 perc 10 másodperccel Hevesi Eszter Aletta. Nagy tapsot Eszter Alettának. Közös fénykép, azt megvárjuk. Mindenkinek sikerüljön. Nagyon szépen köszönjük és gratulálunk a lányoknak. Következnek a felnőttek. Ők ugye két órán keresztül kerekeztek, és a 56 plusz férfi korcsoport következik, ahol második helyezett lett Kovács Zoltán 9 körrel. Gratulálunk Zoltánnak, szeretnénk, hogyha ide jönne. Második, jó hely, jó helyen állt. Gratulálunk. Első helyezett lett 11 körrel Dr. Kór és János. Kis jó szállásról, hogyha jól látom. Gratulálunk! Itt is megvárjuk a közös képet. Köszönjük szépen! Gratulálunk még egyszer! Folytatjuk a nőkkel, bár a hölgyeknél nem éri kort, mondani konkrétat nem is fogunk. A 41 és 55 év közötti női kategóriában harmadik lett 8 körrel Sara Antalné Zsóka. Gratulálunk, Zsóka!
és 55 év közöttieknél a férfiakkal folytatjuk, ahol 16 kört tettek meg tulajdonképpen mindannyian, mind a hárman. Hát itt időben volt különbség, és nem sok. Tehát ilyen pár másodpercek, század másodpercek. Szóval a harmadik helyezett lett Kovács Róbert, a Marcfői Városi Sport Egyesülettől. Gratulálok! Akkor nézzük szóraik ma. Második helyezett lett ebben a kategóriában. Veré Lajos! Gratulálunk! Szintén 16 kör, ugye ahogy elmondtam. És szintén 16 kört ment majd az első helyezettünk is. Az első helyezettünk idejéhez képest a második helyezett egy másodperccel ment rosszabb időt. Szóval Katalin Dániel, gratulálunk! Köszönjük szépen! Következnek a 26 és 40 év közöttiek. Itt a férfi kategóriában tudunk eredményt hirdetni. A harmadik helyezett 14 körrel Magyar Mihály. Alkalomhoz így öltözéket gyorsan összehúzzuk. Szerintem nem kell. Gratulálunk! Vagy a lábfejedet nem fényképező. Második helyezett lett 15 körrel Horváth Zoltán. Az övé is a foglalk szólni. A 26 és 44 közötti férfiaknál első helyezett lett 16 körrel Pályi Csaba. Gratulálunk Csabának! Ő vezetőre érkezett hozzánk, és egyébként országos bajnok, de itt is sikerült az első helyet megszerezni. Gratulálunk mindkettőhöz! Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer! A felnőtteknél a női kategóriában a 15 és 25 év közöttieknél nem volt túl sok vállalkozó szellem. Abban sem vagyok biztos, hogy Marvai Réka Dominika itt van belül. Nagyon szépen szeretnénk kérni akkor Dominikát, hogy jöjjön az első helyezésért járó díjat és oklevelet. Gratulálunk! Ugyanebben a korosztályban, 15 és 25 év között a férfiaknál ők lesznek az utolsók, akiknek átadjuk a díjakat, utána pedig sorsolunk. Szóval a harmadik helyezett lett 14 körrel Folyóka László. Az adatlap alapján Tiszaföldváról érkeztél. Köszönjük, gratulálunk! A második helyezettünk
Törökszent Miklósról érkezett. Lecki Dániel 15 körrel. Az első helyezettünk a protúrusoktól 15 körrel Bíró Attila. Köszönjük szépen, hogy itt voltak a harmadik Tour de Törökszentmiklós kerékpáros versenyen. Kicsit nagyobb felnőttek szülők, bárki, aki részt vett a mai napon, az Európai Mobilitási Hét kezdő napján. Egyébként most felhívom a figyelmet, hogy az autómentes nap az 21-én lesz. Akkor azt kérik tőlünk, hogy lehetőleg mellőzzük az autókat, és mondjuk kerékpárral, gyalogosan vagy rollerrel közlekedjünk azon a napon. Hát, ha kevesebb lesz az autóforgalom, kíváncsian várom a 21-ét. A folytatásban szeretnék kérni egy bátor gyermek jelentkezőt, aki segítene nekünk sorsolni. Futás, nagyszerű! Gyere, nézd csak oda Csillához! És először kisorsoljuk a mezőtúri kerékpárosok által felajánlott ajándékcsomagot. Ebben mindenki nevezési lapja benne van, gyerekeké, felnőtteké egyaránt. Hajnal Bence! Gratulálunk! Ez egy szerencsés nap! Következik a kerékpár, mely a Törökszent Miklós város önkormányzata ajánlott fel a résztvevőknek, pontosabban egy szerencsésnek, akit most kisorsolunk. Alaposan megkeveltük, szem becsuk. És mindjárt kiderül, hogy kié lesz az új bringa. Posztós Károly! Kis új szállás! Gratulálunk! Gratulálunk! Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel fog hazatekerni. Köszönöm szépen! Gratulálok! Gyerekbe lehet pattani, ki lehet próbálni, egy tört lehet menni bele. Köszöntöm a sajtó képviselőit, közérdekű bejelentéssel kívánok élni. Az elmúlt időszakban több forrásból olyan jelzés érkezett hozzám, amely arra utaltak, hogy a Törökszent Miklós városi polgármesteri hivatalban olyan jogellenes cselekmények történtek, amelyek jelentős kárt okoztak Törökszent Miklós városi önkormányzatának. Ennek hatására vizsgálóbizottságot állítottam fel, amelynek egy 5 tagú vizsgálóbizottságot, amelynek én vagyok a vezetője. Ezt követően egy belső vizsgálatot rendeltem el. Az eddigi vizsgálati eredmények alapján egy olyan visszaélés sorozatot tártunk fel, amely alapján Törökszent Miklós városi önkormányzatát több millió forintos kár érte. 2016 évben elvégzett állami számvevőszéki vizsgálatról készült jelentés szerint, amely a 2011 évtől 2015 márciusáig tartó időszakot vizsgálta, rámutatott arra, hogy az önkormányzat belső kontrollának hiánya, illetve a munkafolyamatok szabályozatlansága magas korrupció veszélyt hordoz magában. Ennek hatására történt 2017 év elején a szervezeti struktúra átalakítása is. A lefolytatott vizsgálat alapján a mai napon a Törökszent Miklósi rendőrkapitányságon ismeretlen elkövető ellen büntető följelentést tettem. A feljelentéstől függetlenül az említett belső vizsgálat tovább folytatódik.
az eddigi vizsgált okánért, személyemet ért rágalmazó és becsületsértő cselekmények tekintetében a szükséges jogi lépéseket meg fogom tenni. Az üggyel kapcsolatosan a nyomozás érdekére való tekintettel további információval nem tudok szolgálni.